Jó estét kívánok! Hát eseménydús volt a hétvége, már ami a járványhelyzetet, illetve az ehhez kapcsolódó közéleti és politikai eseményeket illeti. Orbán Viktor a hétvégén Ajkán járt, kórházba látogatott, ott azt mondta, hogy a vírus május 3-án tetőzik majd, az érettségiket pedig május 4-én rendezik. Ebből a helyzetből elég sok bonyodalom adódott a hétvégén, úgyhogy ezekről is már is beszélünk itt a műsorban. Mutatom, hogy kik a mai vendégeim. Itt van Borbé Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője, Gémesi György, Gödöllő polgármestere, és Szlazánszky Ferenc főszerkesztő, műsorvezető. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannak. És már is ezzel a témával kezdünk. Előtte gyorsan megmutatom a mai nap kérdését, mert hogy ehhez kapcsolódott ez is, az érettségikhez. Azt kérdeztük tehát, hogy a szakemberek szerint a járvány várhatóan az érettségi idején tetőzik, hogy önök szerint ezért el kell-e halasztani az érettségi vizsgákat. Hát elég egyértelmű a válasz, legalábbis ezek alapján. 85% mondja azt, hogy igen, el kellene halasztani, és 15% mondja azt, hogy nem. Úgyhogy ezzel a témával kezdünk, és ahogy említettem, Orbán Viktor a hétvégén Ajkán kórházba látogatott, és azt mondta, hogy május 3-án tetőzik majd a járvány. Ehhez képest most már biztos, hogy az érettségiknek az írásbeli részét pedig 4-én tartják meg. Nézzük! Kidolgozott érettségi tételeiket osztják meg egymással a tanulók ebben a Facebook csoportban. A diákok nagy erőkkel készülnek a május 4-én kezdődő írásbeli vizsgákra, melyről Orbán Viktor is írt. Az érettségi nem lesz olyan, mint megszoktuk, de lesz. Hajrá, fiatalok! Közben a miniszterelnök azt is elárulta, mikor tetőzhet a járvány Magyarországon. Május 3-ára, mire a szakemberek azt mondták, hogy a csúcs fölfut, addig szerintem az 5000-es lélegeztetőkészülék szám meg lesz. Ez viszont azt jelenti, hogy az érettségizőknek éppen a járvány tetőzésének időpontjában kellene számot adni tudásukról. Az országos tiszti főorvos úgy válaszolt, a május 3-a nem légből kapott információ. Egy becslések és számítások alapján kikalkulált ismert tetőzési időpont, amire az egészségügy is készül, de ez az érettségit nem befolyásolja. Ilyen szempontból a megrendezésének azon higiéniai előírások megtartása mellett, ami már többször is elhangzott korábban, nincsen akadálya. Az ellenzéki pártok többsége viszont az érettségi elhalasztását szorgalmazná. A Jobbik a megajánlott jegyet javasolja a vizsga helyett, a DK, az LMP és az MSZP szerint érdemes lenne az érettségi időpontját későbbre tenni. Na szóval egy elég érdekes helyzet alakult ki, csak tegyünk egymás mellé néhány tényt. Ugye zajlik folyamatosan a Maradj Otthon kampány, ezt halljuk tényleg elég régóta, hogy mindenki, ha teheti, maradjon otthon. Ehhez képest ugye elhangzott ez a május 3-ai dátum. Egyébként én most éppen visszanéztem az operatív törzsnek a korábbi tájékoztatóit. Müller Cecília már több alkalommal azt mondta, hogy a határán vagyunk ugye a tömeges megbetegedéseknek, ez tényleg bármikor bekövetkezhet. Ezt már korábban egyébként hetekkel ezelőtt is folyamatosan mondták. És akkor most elérkeztünk a május 4-éhez, amikor viszont az írásbeli érettségiket megrendezik. Szóval, hogyha ezeket a eseményeket, adatokat egymás mellé tesszük, akkor önök értik, hogy lehetséges az, hogy mégis megrendezi, tehát, hogy mégiscsak lesznek írásbeli érettségik? Szerintem egy kicsit ellentmondás van a dolgok között azért, hogyha óvjuk a egészséget és próbáljuk a járvány terjedését megakadályozni, akkor ez a két dolog ellentétes. Bár ez is egy érdekes dolog, hogy miért pont 3-án tetőzik. Tehát lehet, hogy matematikailag ki lehet számítani, de ez a matematikát a vírus nem ismeri. Tehát azért azt tudni kell, és mint orvos azt mondom, hogy ezt azért meg lehet határozni, hogy május elején, az első hét, első két hetében tetőzik, de hogy pont május 3-án délben 12:30-kor ezt azért nagy bátorság. Ja, azt mondta Müller Cecília, hogy különböző modellszámítások léteznek is ennek alapján. De a vírus azért az nem egy matematika. Tehát a matematika az egy tudomány, a vírus meg a biológia. És ezek két külön tudomány egyébként. De ez csak inkább egy kis polemizálás. Az viszont nagyon érdekes, hogyha 3-án várják, vagy arra az időpontra a tetőzést, akkor
én szerintem, ha az én gyerekem érettségizne, hál' Istennek most a családban nincs érettségiző ilyen szempontból, nem lennék teljesen nyugodt. Egy picit olyan ez, amikor azt mondtuk, hogy a 70 évesek maradjanak otthon, lássák el az önkormányzatok és gondoskodjanak róla, majd egy hét múlva bejelentik, hogy 9 és 12 között mehetnek vásárolni. Tehát egy ellentétes irány indul el a két dolog között. Ugyanakkor én abban is biztos vagyok, hogy a kormány tisztában van a kockázatokkal, hiszen nyilván nagyon sok számítást végeznek a szakemberek, nyilván odafigyelnek, tehát ehhez képest nem lehet pontosan érteni, hogy akkor ez hogy jön össze ez a két dátum. Igen, eddig arról beszéltünk, hogy úgy tudjuk legjobban az idős korosztályt védeni, a veszélyeztetett korosztályt, a 65 év felettieket, főleg azokat, akik már valamilyen betegséggel rendelkeznek, hogyha a gyerekektől óvjuk őket, mivel hogy a gyerekek sokszor előfordulhat, hogy vírushordozók, de tüneteket nem produkálnak, ő rajtuk, mivel hogy fiatalok, legalábbis az eddig ismert tények alapján sokkal könnyebben vészelik át a vírus, de így tudjuk megóvni azokat a beteg embereket és idős embereket a vírus terjedésétől. És persze ez a dátum most elhangzott. Én visszamennék oda, amikor elkezdődött az, hogy vészhelyzet kihirdetése is, és az iskolákat bezárjuk-e, vagy nem zárjuk be. Ott is emlékszünk rá, hogy az utolsó pillanatig ragaszkodott Orbán Viktor ahhoz, hogy az iskolákat nem kell bezárni. Még azon a héten csütörtökön azt mondta, hogy nem fordul. Szerdán bejelentette az operatív törzs, hogy ajánlja a kormány figyelmébe, hogy az iskolákat hétfőtől ne nyissák ki. Csütörtökön bejelentette miniszterelnök úr, hogy nem fogják bezárni. Majd pénteken azok a jelzések jöttek az iskolákból, hogy a szülők maguk fognak úgy dönteni, hogy hétfőtől nem fogják vinni a gyerekeket a iskolába, mert érzik a felelősségét annak, hogy hogyan tudják ezt a védelmet kialakítani a saját családjukkal szemben, meg a tágabb közösségben. És érthetetlen számunkra, hogy amikor egy miniszterelnök valamilyen adatokat ismerve, azt gondoljuk, hogy felelősség tudatában ő többet tud, mert miniszterelnök az operatív törzsnek a vezető tagja, sokkal többet tud, mint mi ellenzéki politikusok, bejelenti, hogy 3-án fog tetőzni ez a vírus, és akkor érthetetlen számunkra, hogy több mint 80 ezer diákot, több tízezer tanárt így ráenged erre a vírus. Nem, egyszerűen nem értjük. Feri, te, neked van megoldásod? Nagyon sok minden eszembe jutott. Egyrészt Orbán Viktor, mikor kérte a korlátlan idejű felhatalmazást a parlamentben az ellenzéktől, akkor azt mondta, hogy nem tudhatjuk, hogy 90 nap múlva milyen állapotban leszünk, lehet, hogy rosszabb állapotban leszünk, mint most. Ehhez képest most egész jól tudja már, hogy mikor tetőzik a járvány, de lehet, hogy ezek újabb információ alapján jöttek be, ez csak egy mellékszál, ami eszembe jutott. A másik, hogy itt említettük, hogy 85% mondja, hogy el kéne halasztani, ez ugye az ATV nézőinek a 85%-a, de készül egy reprezentatív kutatás nálunk naponta. Igen, erről mindjárt beszélgetünk majd, igen. Ott 65% az érettségi elhalasztásának a támogatottsága. Másrészt ugye most az idős otthon kapcsán folyamatosan azzal támadják a fővárost, hogy miattuk ugrott meg nagyon nagy arányban a fertőzések száma. Ha mondjuk megcsinálják az érettségit, és ne adj Isten, utána megugrik a fertőzések száma, akkor ez a logika, amit most a fővárosra alkalmaznak, szerintem ez ellenük fordul. Plusz ott van ez a 65%-os elutasítás. Én azt gondolom, hogy ez még nem biztos, hogy meg lesz tartva. Akkor még egyet, hogy több mint 80 ezer diákról beszélünk. Általában egy átlag családot 3 fővel szoktunk számolni, hogy legalább annyian vannak, akkor szorozzuk meg 3-mal, de itt vannak a pedagógusok is, több ezer pedagógusról beszélünk, és ha azt mondjuk, hogy az utóbbi időben a tömegközlekedés beszélgettünk előtte, hogy milyen szépen be tudják az emberek tartani, hogy mennyire kevesen közlekednek tömegközlekedésen, csak hogy a kapcsolat minél kevésbé jöjjön létre. Most a gyerekeket rázúdítják a tömegközlekedésre. Minden egyes településre van azért a 80 ezer, több mint 80 ezer gyerek az egész országot érinti. Hát én ezt nem tudom, hogy lehet akkor azt mondani, hogy 3-án fog csúcsosodni, akkor ez nem igaz, mert a gyerekeket pont bevisszük ebbe a közegbe, hogy kitesszük ennek a fertőzésnek. Nézzük akkor meg ezt a kutatási eredményt, amit az előbb Feri említett, mert hogy készült egy valóban egy reprezentatív kutatás is, és
valóban ez volt a kérdés, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az érettségit, tehát május 4-én rendezzék meg, és 35% ért ezzel egyet, 65% viszont nem. Azt mondja, hogy a járvány tetőpontja idejében nem szabad érettségit tartani. De most ez a kutatás, ahogy te is mondtad, ez viszont reprezentatív, az ATV megbízásából készült. Tehát magyarán azt jelzi, hogy azért a lakosság is másképp gondolkozik erről, ami azért nyilván nem mindegy a kormány számára sem. Nem következetesek ezek a döntések, és ez az egész védekezés. Ez a legnagyobb bajom, mint polgármesternek is, és számos olyan példa és állomása volt az előbbi dolog is, hogy reggel még azt mondjuk, hogy nem zárnak be az iskolák pénteken, este meg azt mondjuk, hogy bezárnak, szerveznek hétfőre az étkezést, az összes többi dolgot. Nem következetesek. Nyilván mér a kormány, nyilván ő is nézi a népszerűségének a csökkenését és a növekedését, és megpróbálja a döntéseket, mint korábban, ahhoz igazítani, ahogy a népszerűsége megmaradjon. Én ezt elhiszem, csak nem jó. Nem jó, hogyha a politika, meg a hatalompolitika szól bele egy olyan dologba, ahol össze kell fogni. Támaszkodni kell az emberekre. Az embereknek az ilyen típusú véleményét is figyelembe kell venni. Támaszkodni kell a polgármesterek, támaszkodni kell az ellenzéki képviselőknek. Ez a vírus, ez nem a Fidesz magánügye. Hát nagyon egy nemzetnek a tovább élési lehetőségét, az egészség megtartási lehetőségét, az idős generáció védelmi. Ez egy valóban közös ügy. Nem lehet kisajátítani, és csak azokat a döntéseket meghozni, amit most épp a hatalom körül kedvezőnek lát a miniszterelnök, vagy netán a környezete. De egy kiskaput meghagytak, azt hiszem Maruzsa úr mondta, hogy ha nagyban változnak a körülmények, akkor még ez a dátum mozdítható. És szerintem nyilvánvalóan nem Müller Cecília fogja bejelenteni, hiszen Orbán Viktor viszi a zászlót mindenhol, hogy mégiscsak meghajolnak a társadalom többsége akarata előtt, hanem ha ez így lesz, akkor nyilván ezt ő fogja majd, mint az iskolák távoktatásra átállítását is bejelenteni. Ha már Maruzsa Zoltánt említetted, akkor folytassuk is Maruzsa Zoltánnal, mert hogy egyébként a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is tiltakozott a döntés ellen. Úgy fogalmaztak, hogy nem hagyják, hogy 85 ezer gyereket és 6 ezer pedagógust rángassanak be érettségizni, és erre reagált Maruzsa Zoltán. Idézzük, hogy mit mondott. Megdöbbenti, hogy a járvány közepette is politikai akciókat űz a balliberális elkötelezettségű PDS. Javaslom nekik, hogy fontolják meg, módosítsanak nevet, vegyék fel esetleg a Vörös Hadsereg frakció elnevezést, ez sokkal jobban lefedné a tevékenységüket, ezt mondta tehát Maruzsa Zoltán államtitkár. Ugye csak annyi még az előzményekhez, a PDS azt mondta, hogy ők szeretnék, hogyha tanárok koordináltan szabadságot vennének, és így próbálták meg, vagy ezt javasolták, hogy így lehet esetleg megakadályozni az érettségeket, és aztán erre reagált így Maruzsa Zoltán, és hát nem tudom, hogy önök értik-e itt a Vörös Hadsereg frakció elnevezést ebben a kontextusban. Ugye ez egy elég súlyos hát, kifejezés, nem akárkikről van szó, egy terrorszervezetről van szó. Igen, értjük, csak inkább énben az fogalmazódik meg, ugyebár nekem 18 éves lányaim vannak, ők 11-esek, szóval jövőre fognak érettségizni. Gyerekekkel így nem lehet játszani, ahogy a kormány játszik az elmúlt időszakban ezekkel, és idézőjelbe teszem ezt a játszani. Szóval az, hogy egy vírusnak, egy fertőzésnek kitenni ezeket a gyerekeket, játszani azzal, hogy fel tudnak-e készülni az érettségére, vagy sem, és a jövőjüket veszélyeztetik, hogy tudnak-e majd a továbbtanuláshoz felvételizni, vagy sem. Úgy, ahogyan, ha azt mondja Orbán Viktor, hogy május 3-án van a tetőzés, akkor miért nem lehet júniusra eltenni amúgy, amikor a szóbeli vizsgák vannak egy hónappal, vagy másfél hónappal később, ha már nem lesznek szóbelik, mert ezt a fajta kezdeményezést elfogadta a kormány, akkor miért nem lehet várni, hogy a tetőzés megvan, majd látjuk szépen lassan, hogy tényleg visszaesik-e a fertőzötteknek a száma, és akkor biztonsággal tudjuk azt mondani, hogy a gyerekek egy fel tudnak készülni, a pedagógusok fel tudnak készülni, még nagyobb óvintézkedésekkel, mert most már hallottuk, hogy megérkeztek a védőfelszerelések. Én azt gondolom, hogy ezután államtitkár, ugye felelős államtitkár, nagyon el kellene gondolkodni, hogy egyáltalán holnap be kell menni a munkahelyre. Na jó, csak azért beszéljünk erről a két kifejezésről, amit az előbb kérdeztem a Vörös Hadsereg frakcióról, hogy ez hogy jön ebbe a képbe, és azért ne felejtsük el azt a jelzőt, hogy balliberális elkötelezettségű PDS, tehát nagyon is politikai sikra került most már. Mondok én sokkal egyszerűbb példát,
Gödöllő polgármestereként 30 esztendeje megkaptam, hogy baloldali polgármester vagyok egy hasonló fideszes orgánumban, azért, mert a fideszes polgármesterekhez hasonlóan Győr, Székesfehérvár is számos megnéztük. Azt gondoltam, hogy a gödöllői piacon esetleg meg lehetne változtatni kifejezetten csak a gödöllői szabadtéri piacon a vásárlóknak az időbeosztását, tehát az idősebbek menjenek 7-től fél 10-ig, és 9-től délig, pedig a nép, hiszen az idősebbek 2-3 paradicsomot vesznek, 2 paprikát, a kereskedők ott állnak a áruval, és az emberek is szívesen kimennének a piacra. Ez egy abszolút praktikus dolog, még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy a fideszes polgármesterek után vettem én is ezt a lapot, és miután 3 héten keresztül szombatonként kimentem a piacra, megnéztem ezeket a szokásokat, minden további nélkül bevezethető. Abban a pillanatban, mikor ezt még ötletként föltettem a Facebookra, rárepült az országos fideszes kormánypárti média, és azt mondta, hogy én az öregeket hajnalba akarom vásároltatni, a bal oldali gödöllői polgármester. Most én nagyon kedvelem magát, de azért még nem vagyunk egy politikai közösségben. Én, aki egyébként már 88-89-ben az Magyar Demokrata Fórum voltam a tagja, és ettől még nagyon jó barátságban vagyok, és tisztelem a baloldalt, de talán nem az lennék, de voltam én már liberális, még balliberális nem, és még Vörös Hadsereg frakció sem, de ez a kommunikáció, és ez felháborító. Egy államtitkár, aki az oktatásért felel, nem mondhat ilyet. Ő mondhatja azt, ő államtitkár, elvileg szakember. Ő azt mondhatja, hogy nem vétünk egyet a szakmai szakszervezettel, vagy a másikkal, vagy a harmadikkal, mert mi úgy gondoljuk, hogy a járván tetőzésének időpontjában nincs veszélye az érettségnek. Mondja ezt. Na de ezt válaszolni, ez mutatja azt, hogy egyre inkább tolja bele magát a kormányzat, mert ő kormánytag, abba a politikai mezőbe, ahova nem kéne egy vírus kapcsán, mert baloldali vírus, meg jobboldali vírus nincs. És a betegség betegség, az orvosnak meg a beteget mindenféle politikai hovatartozás nélkül kell gyógyítani, a betegséget megelőzni, és a többi. Végül is gyilkosokhoz hasonlította a PDS-t, mondjuk, hiszen ez a terrorszervezet, azt hiszem 82 ember haláláért felelős, tehát indított egy vitatható akciót a PDS, azt mondta, hogy mindenki menjen szabadságra, és akkor nem lesz érettségi, de ennek az ő aspektusukból az egészségmegőrzés a célja. Hát ez egyértelmű. Erre azt válaszolni, hogy akkor ti gyilkosnak kéne, hogy nevezzétek inkább magatokat. Ez szerintem olyan indulatot feltételez, hogy azon gondolkodom, hogy Maruzsa úr egy ilyen szelid ember, ahogy kinéz is, meg az eddigi megnyilvánulásai kifejezetten szimpatikusak voltak, nem volt szélsőséges, nem volt agresszív a hangneme, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez saját magától talált, aki, mert mikor elmondta ezt a szöveget, láttam a videót, azt is ilyen kimérten, kicsit ki is nézett a végén a kamerából, mintha azt kérdezni ott valakit, hogy akkor rendben vagyunk-e. Ha nem magától találta ki, akkor meg csak arra tudok gondolni, hogy olyan nagy a tétje ennek az egész drámának a kormány számára is, hogy már jó előre támadja az ellenzéket újfent több egyszerre. Igen, erről már beszéltünk egyébként más adásokban, és ez tényleg érdekes, amit mondasz, mert amikor ugye bejelentette Maruzsa Zoltán azt, hogy milyen feltételei lesznek majd az érettségének, tényleg akkor is nagyon kimérten, normális hangnemben beszélt. Kifejezetten szimpatikus, és szimpatikus volt tényleg nagyon sokak számára, tényleg nagyon sok kérdés megválaszolt, föl lehetett, és ehhez képest lepődtünk meg, szerintem sokak számára meglepő volt, ahogy így fogalmazott, és az is felvetődött kérdésként ezzel kapcsolatban, hogy az érettségik megszervezésekor, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem ugyanúgy zajlanak az érettségik, természetesen attól eltekintve, hogy szóbeli nem lesz, de egyébként az írásbeliknek a megszervezés az majd, hogy nem hasonlóan történik, mint amúgy normális helyzetben lenni szokott, miközben rengeteg egyéb kreatív megoldás is lehetne, ezt mondják a szakemberek. Ennek vajon mi lehet az oka? Nekem az az érdekes, hogy talán nem beszélünk azokról, akiket érint, hogy miért nem kérdezik meg ilyenkor tényleg csak a gyerekeket, csak a pedagógusokat, és mondjuk a szülőket, hogy mit is kellene csinálni, ők hogyan élik meg. Azért nagyon sokat vártunk arra a bejelentésre, hogy mi lesz az érettség. Azt sem felejtsük el, hogy azért a lehetőleg utolsó pillanatig vártak, ugyebár 2 héttel az érettségi előtt, majdnem ezt lehet mondani, hogy mondták ki véglegesen azt, amikor már mi is a Magyar Szocialista Párt részéről többször megszólaltunk, hogy na hát ideje lenne már mondani valamit, mert hát ezek a gyerekek ott vannak bizonytalanságban, hogy mi lesz velük akkor mi lesz május elején. A legeslegutolsó pillanatban jelentették be,
és utána én azt gondolom, hogy teljesen normális reakció volt a hétvége után, hogy viselkedtek a pedagógusok, a gyerekek, a szülők, és most egy ilyen támadást kaptak. Most tartunk egy rövid kis szünetet, reklám következik, utána pedig Kásler Miklóssal folytatjuk. Folytatjuk tehát a nap hírét, és ígértem önöknek, hogy Kásler Miklós lesz a következő témánk. Azért is, mert a Magyar Orvosi Kamara elnöke írt egy nyílt levelet Kásler Miklósnak, amelyben arról írt, hogy a járványügyi helyzet és a meghozott intézkedések nincsenek összhangban egymással, erre kért egyfajta magyarázatot. Kásler Miklós pedig válaszolt, és nézzük. Több kórházigazgatót menesztett Kásler Miklós, köztük az Országos Rehabilitációs Intézet főigazgatóját. Ellene az volt a vád, hogy április 15-ére biztosítania kellett volna az új koronavírusos betegek számára több mint 200 ágyat. A Magyar Orvosi Kamara nyílt levélben kérte a minisztert, hogy magyarázza el, mi történik. Mint írták, idézem, az egészségügyi dolgozók egy része állás és jövedelem nélkül maradt, másik része erején túl teljesítve próbál gondoskodni a betegeiről. A kamara szerint sokan komoly orvosetikai döntésekre kényszerülnek, mert látják, hogy az elbocsátott beteg nem fog ugyanolyan színvonalú ellátásban részesülni otthon. Ha viszont ellenállnak, állásukat elveszítik, és akár politikai támadások közepén találják magukat. Szintén nyílt levélben válaszolt a Magyar Orvosi Kamara kérdéseire Kásler Miklós. A miniszter azt írja, meglepte, hogy a kamara nyílt levél formájában próbál szakmai párbeszédet folytatni, az ugyanis szerinte politikai műfaj. Kásler szerint a kormány az egészségügyi kapacitásokat a legsúlyosabb forgatókönyv szerint tervezi, de bíznak abban, hogy a járvány lefolyása enyhébb lesz. Ezért kérték a kórházi ágyak fokozatos felszabadítását az egészségügyi szakmai irányelvek alapján, ütemezetten és teljesíthetően. Ugye azt mondtam a műsor elején, hogy elég mozgalmas megesemény dúsolt a hétvége, és erre is céloztam, hogy levelezgetés volt ugye a Magyar Orvosi Kamara, illetve Kásler Miklós között, és itt is felvetődött az, amiről a műsornak az előző felében beszéltünk, ugye itt is az, hogy politikai síkra terelődött most már ez a történet, ugye Kásler Miklós tulajdonképpen azt mondta, hogy politizál a Magyar Orvosi Kamara, azt írta, hogy politikai műfaj az, hogy nyílt levelet küldözgetnek egymásnak. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a szál, vagy ez a terület is most már a politika síkjára került szinte kizárólag, és nem az egészségügyi szempontok jönnek elsősorban elő. Nekem egy mondat nagyon érdekes a válaszában miniszter úrnak, hogy meglepte az orvosi kamarának a kritikája. Nem voltak hozzászokva Éger István idejében, hogy komoly kritikát kapjon akár a minisztérium, hogy talán az egészségügyben nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy kellenének. Én meg azt gondolom, hogy az orvos szakmát, meg az orvosi kamarát az lepte meg legjobban, ami húsvétkor zajlott, hogy két neves főigazgatót kirúgtak, menesztettek, és megtörtént az a fajta utasítás a kórházak részére nagypénteken, hogy pénteken kapták az utasítást, hogy 60%-át a betegágyaknak fel kell szabadítani, ami 36 000-40 000 betegágyról beszélünk, és lényegében egy egészen rövid időt adtak annak, hogy hogyan kell a kórházakat kiüríteni. Hát én azt gondolom, hogy mi is politikusként hivatkozunk állandóan a szakmára, és mi is próbáljuk, mert hát sok minden van, amihez értünk, szoktuk mondani, politikusok, de sok minden van, amihez nem, és akkor a szakmának a segítségét kérjük. Az orvosok kamara azért van, és én azt gondolom, hogy sokkal többet kellene leülni, beszélgetni az orvosi kamara vezetőivel, és magával az érintettek. Egyébként érdekes, hogy a kritika szót használta, mert hogy Kincses Gyula úgy fogalmazott egy rádió műsorban, hogy ők nem igazán kritizálni szerették volna, hanem szerették volna megérteni, hogy pontosan mi az a módszer és forma ennek az egész ellátórendszer átalakításának mi a terve, és hogy szerették volna kérni, hogy a miniszteri utasításokat egyszerűen tegyék hozzáférhetővé. Tehát nem elsősorban kritika volt ez, hát hanem... Mi kritizálunk, de a szakma meg szeretné megérteni, mert mivel, hogy ők nekik teljesíteni kell. Ők vannak is, Isten igazából, két tűz között, mert vannak a betegek, és van úgymond a kormányzat, aki meg az operatív törzs, aki meg elvár tőlük olyan dolgokat, amit nekik kellene legfőképpen, hogy meg tudják magyarázni. Mert amikor felhívják a hozzá
tartozókat, hogy most a beteget haza kell vinni egyik napról a másikra, nem az operatív törzs fogja felhívni, hanem az ott dolgozóknak kell ezt a munkát, és én teljesen egyetértek a Kincses Gyuláéka, hogy vegye már őket valaki ember számba, és magyarázzák el, hogy mi miért történik napról napra, hétről hétre. Magyar Orvosi Kamara egy szakmai szervezet. Mi orvosok letettük a hippokratiszi esküt, és minket ez kötelez. Nem a kormány, nem a miniszterelnök, nem a pártpolitika, hanem a hippokratiszi eskü. Az pedig elsősorban a betegre, a beteg gyógyítására, annak megmentésére vonatkozik. Nem kérdés, és én nem kételkedem abban, hogy a Magyar Orvosi Kamara, ami az orvos szakmát fogja össze, ennek a hippokratiszi eskünek a mentén hozza meg a szakmai véleményét. Az egészen elfogadhatatlan, hogy kiváló kórházigazgatókat tesznek ki a helyükről politikai kérdésben. És nagyon egyszerű válasz azt mondani a miniszter úrnak, akit nagyon tisztelek szakmailag, mert még dolgoztunk együtt a kórházi sebészet, mindig ő hozzáment szakmai konzultációra kritikus esetekben, de az nem válasz, hogy politikai mezőre terelődött egy szakmai kérdés. Nem tud máshova menni a Magyar Orvosi Kamara, mint nyílt levélben fogalmazni, mert onnantól kezdve azt fogják mondani, miért nem mondtátok. Nincsenek megkérdezve, mint hogy a polgármesterek sincsenek megkérdezve Szita Károlyon kívül. Tehát azt tudjuk, hogy hova és milyen formában fogja tenni a véleményét. A szakma nincs megkérdezve, a polgármester is egy szakma, és ez pedig egy hivatás, amit kötelez a hippokratiszi eskü, ez erről a véleménye. Az biztos, hogy sokan próbálták meg megfejteni a 36 ezer ágykiürítésnek a rejtélyét, nem? Tehát, hogy nyilván nem véletlen, hogy a szakmai szervezet, az egyik legfőbb szakmai orvosi szervezet is próbál tudakozni, hiszen nyilván neki is sincs információjuk. Én is erről próbáltam. És próbáltál? Igen, hogyha kollégáim tudnak segíteni, és megmutatjuk azt az ábrát, amit én látok, igazából ez azt mutatja, hogy hogyan alakultak a napi új regisztrált fertőzöttek, nem tudom, hogy kollégáim látják ezt az iPad-et. Igen, talán pici az ábra. Az a lényeg, hogy ott van egy nagy csúcsosodás, egy 210-es számmal, az a Pesti úti idős otthoni fertőzés. Az egy kiugró és egy egyszeri adat, de látszik, hogy mondjuk, teszem azt, március 20-a óta a 40-es és a 100-as szám között van átlagosan a napi új fertőzések száma. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mától fogva minden nap lesz 100 új fertőzés, akkor mondjuk van 15 nap március 3-áig, vagy május 3-áig nincs is annyi, de akkor azt vegyük, hogy 1500 új fertőzött a mostani, 1700-al akkor lesz fölfelé kerekítve 4000, ugye, jól számolok. A mostani fertőzöttek száma nagyjából a duplája a kórházban ápoltaknak, tehát van mondjuk 1000 kórházi, nincs annyi, de vegyük 1000 és 2000 fertőzött. Tehát ha lesz május 3-áig 4000 fertőzött, akkor 2000 kórházi ápolt koronavírusos fertőzöttről fogunk tudni. Ezért nem értem, hogy miért kell kapásból 10 000 kórházi ágyat kiüríteni, miközben eleve volt üresen 20 000. Nekem nem jön össze ez a matek. És ráadásul az azért arról is beszélni kell, hogy a március eleje óta azért 90%-ban az alapellátás leállt. Bocsánat, csak erre mondja ugye Kásler Miklós, hogy fel kell készülni a legsúlyosabb helyzetre, és ugye erre hivatkozott, hogy akármi is történik, fel kell készülni. Azért vannak betegjogok Magyarországon. Én azt gondolom. Az, hogy van egy vírus, egyetértünk, maximálisan fel kell vele készülni, de nem ítélhetjük a többi beteget halálra, csak emiatt. Szóval az, hogy leállt az alapellátás, házi orvosi ellátás, telefonon rendelnek, és én nagyon sajnálom most az orvosokat, és akik az egészségügyben dolgoznak, szóval az a mindennapi munka, amit ők elviselnek, csinálnak, és közben vállalják a felelősséget, és értetlenül állnak, pont a szakma nem ért semmit, és nem kapnak információt, hát mi is kapcsolatba állunk, engem is naponta hívnak fel a házi orvosok, a kórházi orvosok, az ápolónők, a műtőnök, nők, hogy nem értik, hogy mi zajlik ebben az országban, és közben azt látjuk, hogy a másik oldalról meg ugyanúgy a betegek, hogy hívnak fel bennünket, hogy állítják le egyik napra a másikra a rákos betegeknek a kezelését, vagy attól, én beszélek személy szerint arról, hogy rettegek tőle, hogy valamilyen betegséget a gyerekeim elkapnak, vagy lesz egy balesetük, és mi fog akkor történni, hogy hány kórházból fognak vissza, vagy egyáltalán fogok-e tudni orvoshoz menni, mert most ezt nem látja az ember. Helyes, hogy készülünk, meg felkészülünk, de ne annak a kárára, hogy az összes többi betegséget és az összes többi beteget meg elfelejtjük, mintha nem is lenne Magyarországon. Hát a május 3-ára van a csúcs,
és ennyi a szám, akkor az egész megint nem koherens. Igen. Az egész egy nagy lufi, nem is értem. Még a másik pedig, hogy ha az a gond, hogy nincs ágy, ugye a miniszterelnök felsorolta talán az első vagy második ilyen nagy gazdaság, még nem tudom milyen mentőcsomagjában, hogy 170 ezer katonánk van, nem tudom hány ezer rendőrünk van, stb. Hát basszus, bocsánat, hogy ezt mondom. Hát akkor ott vannak a szállodák, ott vannak a kollégiumok, át lehet alakítani. Ha ekkora a katasztrófa várható, akkor azokat kell meglépni. Nem azokat, akik kórházi kezelésen vannak, és a kezelést félbeszakítva, netán az életét veszélyeztetve visszakerül a családhoz, aki nem tud infúziót adni, és nem tudja, hogy kell ápolni azt a beteget. Vagy ha más szándék van, mondják meg őszintén. Folytassuk akkor a következő témával, ami az önkormányzatokról szól, mert hogy ott is komoly változások váratok. A kormány ugyanis egy olyan rendeletet hozott, hogy mostantól kijelölhet különleges gazdasági övezeteket. Nézzük. Karantén idején minden egy kicsit elcsendesedik. Éppen ezért még hangosabban szólt annak a 40 autónak a dudája, amelyek vasárnap este haladtak át Gödön. A várost érő intézkedések ellen tüntettek, ahogy azok is, akik a Nem adjuk Gödöt Facebook oldalra feltöltik tiltakozó fotóikat. A polgármester mindeközben tiltakozó nyílt levelet írt a kormány koronavírus helyzetre hivatkozva meghozott rendelete ellen, amely különleges gazdasági övezetek létrehozását teszi lehetővé. Az első ilyen övezetet pedig Gödváros alakítja ki. Ami miatt itt nagyon aggódnak a helyi lakosok, hogy innentől kezdve nem lesz beleszólásuk abba, hogy nem iparvárost szeretnének, nem oda költöztek, hanem az első igazán zöld városhoz, amivel találkozik az ember, hogyha elindul kifelé, ugye a kettes úton. Gödnek a lakosság az kifejezetten a nyugalomra vágyik, és ez az, amit elvesznek. És ahogy a polgármester elmondta, elveszik a bevételeik egy részét is, hiszen ebben a helyzetben Göd iparűzési adót sem szedhet be, például a Samsung gyártól. Más önkormányzatok sincsenek jobb helyzetben. A bevételeink csökkennek, a többletfeladatainkhoz forrásokat nem kapunk, ugyanakkor az intézkedések kiszámíthatatlanok, és láthatóan azért az olyan önkormányzatokat sújtanak leginkább, akiket talán nem szimpatizál a kormány, és akkor udvariasan fogalmaztam. Hát annyit elárulok önnek, hogy Gémesi György a bejátszó alatt végig kommentálta az eseményeket, és úgy fogalmazott ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, hogy ez a döntés a legrosszabb tanácsi időket idézi fel önnek. Ezt igen, akkor voltak azok a típusú döntési mechanizmusok, amikor a pártközpontban dőlt el valami, egy fejlesztés, amikor politikai támogatottság kellett ahhoz, hogy bármi történjen egy településen, és ezt aztán szépen a közép-késő kádári korszakban már fölírták, sokkal másképp mentek. Én azért korábbi tanácsi szakemberekkel dolgoztam együtt, és én ezeket az ő elmeséléseikből is tudom. Ez nem jó. Tehát amikor ilyen durván, drasztikusan az önkormányzati szektorra való egyeztetés nélkül valaki beleszól egy olyan dologba, ami a teljes önkormányzati rendszert érinti, hiszen én érdekelt vagyok egy iparfejlesztésben, igaz? Érdekelt vagyok, hogy oda jöjjön egy befektető, dolgozom rajta, nyilván kormányzati együttműködés kell, támogatás, Európai Unió támogatás, jöjjön egy nagy fejlesztés. Ebből szeretnék részesülni, nem én, hanem a lakosság, hiszen ennek az összes környezeti terhét, az összes óvoda, bölcsőde, szociális és egyéb terhét is a település viseli. Most valamilyen oknál fogva egy bizonyos nagyságrendű beruházás felett ugye azt mondja, hogy akkor ezt kiveszi ezt a település részt a településből, az tulajdonjogilag is átmegy egy másik önkormányzathoz, amit megyei önkormányzatnak hívnak, listás választás, az egy pártpolitikai testület, csak politikai pártokon keresztül kerülnek be nagy részt az ott lévők, jelenleg a Fidesz uralja teljes mértékben a megyei önkormányzatokat, és majd ő kapja meg azt a bevételt, ami az önkormányzatnak jogos igénye lenne a helyi önkormányzatnak, hiszen azokat a kötelezettségeket neki vállalnia kell, és teljesítenie kell, ami egy ilyen nagy fejlesztésnek az eredménye. Meg lehet osztani ezeket a bevételeket, meg is osztják, hiszen fizetünk szolidaritási adót, fizetünk egy csomó mindent, nem kapunk állami finanszírozást már, ha nagyobb a helyi adóbevételünk. Ezeken már túl vagyunk, de hogy az egészet elvigye a megyei önkormányzatra, politikai testet majd eldönti, hogy melyik településnek adja vissza azt a pénzt, amit ott termeltek meg, annak az adór, egy adó részét az ott termeltek, ez egész egyszerűen az egész önkormányzati rendszert felreállítja. Ez nem az. Ez azért mondtam, hogy ez már ilyen tanácsi, az a rossz tanácsi időszak. Hát nagyon súlyos üzenete van
szerintem ennek a döntésnek is. Egy, hogy amire figyelmeztetett az ellenzék, hogy ezt a járványhelyzetet mi mindenre fogja majd használni Orbán Viktor, ez azért szépen lassan minden nap beigazolódik, hogy vannak olyan kérdések, aminek semmi köze nincs a járványhoz, és mégis meghozza. A másik, hogy üzenet persze az ellenzéki vezetésű településeknek, hogy bosszút állok rajtatok, amiért tavaly ősszel úgy alakult a választása, hogy csak, ahogy polgármester úr is mondta, hát itt emberekről beszélünk, itt lakosokról beszélünk, itt nem csak a Fidesz szavazók vannak, baloldali, liberális, mindenféle szava, jobbikos, momentumos szavazó van, itt egy településen él több tízezer ember, és egységesen büntet mindenkit Orbán Viktor ezzel a lépésével. Hozzáteszem, ez akár lehet üzenet a vállalkozóknak is, ami nem biztos, hogy egy pozitív üzenet, hogy a vírusra hivatkozva én bármit meg fogok tudni tenni, nem csak az önkormányzatokkal, hanem mondjuk maga a vállalkozásokkal is. Feri, nagyon hallgasz, Feri. Hát próbáltam megfejteni ezt a történetet, de nem tudom. Azt látom, hogy a kormánypárti sajtó arra hivatkozik, hogy a korrupt ellenzék egymással veszekszik, és ezért meg kell védeni a várost, hogy ne ilyenek irányítsák, és ez az adó ne rossz helyre folyjon, vagy valami ilyesmi az érvelés. És voltak is erre utaló jelek, hogy az ellenzéken belül is van valami ellentét. Hát szerintem makulátlanul kell minden ellenzéki településen működni és vezetni a települést, és akkor ez az alap legalább nincs meg arra, hogy elvegyenek ilyen jogosult. Zoltánon is bosszút állnak most, mert egy nagyon erős kritikát megfogalmazna a kormánnyal szemben a saját fideszes polgármesterük, aki meghatározója volt több tíz éven keresztül a Fidesznek. Most azért, mert hétvégén nyilatkozott, hogy hát ők is kértek védőfelszerelést, lefoglalta a kormány, akkor most ő rajta is bosszút állnak? Ezzel a kérdéssel fejezzük be a mai adást. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, szép estét, viszontlátásra!